Na, sziasztok srácok! Megérkezett a Bitmain-nek az Antminer-e, amit rendeltem. Ez egy X3-os miner. Na most nagyon fáradt vagyok, most nagyon sok minden volt, úgyhogy nem fogok itt most külön hűdőnagy bemutatót tartani, de úgy gondoltam, hogy életem első aszikiát, hát ha lesz még több, mindenképpen meg kell valahogy örökíteni, tehát ennek a felbontását. Úgyhogy most ez fog megtörténni, kérlek szépen. Magam sem tudom egyébként, hogy jól bontom-e, mert hogy a csomagból nem olyan lehet megállapítani, hogy van benne. Én ilyen apot sem nagyon láttam, ugye szokták kerülni hol a teteje, de végülis ugyan mindegy. Ó, van papírusz. Már jó. Papírunk már van. Szóval ez egy gyors, rögtönzött kis dolog lesz most, amit röpke fél óra alatt sikerült beállítani. Ahhoz egy ilyen papír. Tehát aki nem videózik, az nem tudja, hogyha csak ilyen gyorsba akarsz egy kis szösszenetet is rendkívül igénytelen módon megcsinálni, hát ez is legalább fél óra előkészület. Ha csak nincs minden pillanatban előkészítve a cucc, kamera meg minden. Ezt kérdezik. Úgyhogy mondhatni, hogy alaposan be van csomagolva, antiszatikus zacsiban van, és ez is megfelelően véd. Szóval így érkezik. Wow. Így néz ki a történet. Elég masszívnak néz ki, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon óvatoskodni kellene vele. Jó. Hát igen, ezt látszik, hogy itt kicsi kínai kezek ezt így szépen leragazgatták, úgyhogy ez semmilyen gyári manufaktúrában készült terméket nem feltételez. Ő az. Dobolt, adni ezt a csomiból. Így, ne? És akkor mindjárt egy kicsit megfogom a kamerát, és akkor egy kicsit közelebbről is szemügyre vesszük a dolgot. Egyébként ilyen. Így néz ki a történet. Ilyen felülről. Hát alulról semmi izgalom nincs, így néz ki. Illetve a háta, az pedig így néz ki a dolognak, illetve most amúgy butaságot mondom, mert tulajdonképp mondhatni, hogy ez a háta, attól függ, mihez vagyunk szokva. Na most, ami számomra egyelőre érthetetlen, hogy miért 9 darab csati van, én nem vagyok benne biztos, hogy X3-at küld, de pedig az X3-om. Én úgy emlékeztem, hogy 3x2, de akkor elnéztem, nem tudom mennyire látni. Nem tudom, a fókusz, szóval mit csinál ez a kamera, mert egyelőre semmit nem gondolok, hogy nagyon fókuszált volna. Hát itt megvan karcolva egy picit, ugye ezt nem én csináltam. De hát jó, nem is vártam azt, tehát tudom, hogy hogy készülnek ezek. Ugye lehetett látni videón és stb. Nem vártam valami hülyde-szupi, hippi-szupi történetet. Úgyhogy végülis ilyen. Hát akkor nem is nagyon fogom kézbe a kamera, gyerekek, mert nem tudom. Láttátok, ugye itt van Shenzhen, stb. Ezeket az adatokat egyébként is tudtuk már rendelés előtt. A Shenzhen, mit tudom én, Clodic Technology Cooperation Limited. És akkor itt van ez a 9 darab PCI Express csati. A táp az most van vámoltatás alatt. Az most van vámoltatás alatt, srácok. Úgyhogy az egy kicsit később érkezik, de egy ilyen 2-3 nap és az is megjön. És akkor az fog történni, hogy szépen be fogjuk üzemelni ő uraságát, és akkor meg fogjuk látni, hogy mit produkál a valóságban, mit tud, milyen adatokat, reméljük brutális teljesítményt. Hát, hogy ugye mit fogok vele bányászni, nyilván ez felvetődik, hát ugye az X3-ról azért mondjuk lehet tudni, hogy Monero forkokat lehet vele bányászni alapvetően, tehát ugye Monero forkokat, és ugye elsősorban amire gondoltam az Electroneum, tehát LTN-t mindenképpen szeretnék vele, úgyhogy meg fogjuk látni. Hát egyelőre akkor ennyi lenne, srácok, ez a kicsomagolósdi.
Úgyhogy ha megjön a táp, akkor azt is megmutatom, és akkor utána csapatjuk. Jó, megnézzük, hogy mit produkál, milyen adatokat. Addig is szavaztok!